Az, hogy megnyitod a csapot és víz folyik belőle, a civilizációnk tagadhatatlanul egyik legnagyobb találmánya. És bár az emberiség háromnegyede hozzáfér valamilyen vezetékes vízhez, mindössze 50 országban ihatod meg, ami a poharadba folyik. Bár mi elég jó helyen élünk ahhoz, hogy egy hétköznapi megszokott közmű legyen, ráadásul brutál olcsó, a világ nagy része máig küzd azzal, hogy ne csak jöjjön valami a csapból, hanem iható is legyen az a víz. A szegény országokban, ahol hozzáférnek, 100-ból 6 halálesetet kötnek a rossz minőségű vízhez. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez a világ fejlett részén egy megoldott probléma, pedig korán sem. A csapvíz minősége folyamatos vitatárgya és igen megosztó téma. Valóban tudjuk, mi van benne? Tényleg egészségesek a határértékek, amik mentén értékeljük a víz minőségét? Vagy jobb lenne inkább itthon sem meginni azt? Mint mondtam, a világon kevesebb, mint 1 milliárd ember ihatja meg, főzhet vagy moshat fogat azzal a vízzel, ami a csapból folyik otthon. A probléma viszont, hogy ez a víz sem tökéletes, és az utóbbi években egyre többen szoknak le a csapvíz rendszeres fogyasztásáról. Értsd, mondjuk fogat mosni vagy tésztát főzni oké, de a napi több litert, amit meg kell inni, már nem ebből viszik be. Meglepő lehet, de olyan sok szempontból fejlettség terén a világ élvonalába tartozó országok, mint mondjuk az Egyesült Államok is komolyan küzd azzal, hogy megfelelő minőségű vizet juttasson a lakosai otthonába. Sokan kritizálják is az amerikai kormányt ezen a téren mutatott inkompetenciája miatt, és az EU-hoz képest meglepően keveset foglalkoznak a vízük minőségével. A Safe Drinking Water Act, azaz a biztonságos ivóvíz törvény jelenlegi formájában 1974-ben lépett életbe az USA-ban. Egy törvény elavultságát nem önmagában az évszáma jelzi, hanem hogy milyen gyakran frissítik, és mikor volt utoljára frissítve. Na hát ez a törvény minden csak nem napra kész. Az első probléma, hogy a törvény valamivel több mint 90 szennyező anyagot azonosít, amikhez határértéket rendel. Ez egyébként mindenhol így működik, bizonyos mennyiség alatt oké egy anyag a vízben, bizonyos mennyiség fölött viszont tilos úgy hagyni és tisztítani kell. Na most az ivóvízbe több ezerféle anyag kerülhet bele, kezdve a gyógyszerfogyasztás okozta rengeteg kipisilt maradékható anyagtól, a hormonokon, szépségipari, tisztasági és testápoló termékeken, gombákon, baktériumokon át a rakétahajtóanyagig. Az Environmental Working Group egy országos szintű kutatása szerint az USA lakosságának 85%-ához átlagosan 316 különböző szennyező anyag jut el. Ezekből mindössze 90-et mérnek a hatóságok, a többi anyagra nincs határérték megszabva, és ehhez jön hozzá, hogy a határértékek sem biztos, hogy a legjobbak. Sőt, teljesen biztos, hogy sok amerikai határérték elavult, ugyanis van köztük, amin 1974 óta nem változtattak. Egészségügyi szakemberek világszerte eleve nem értenek egyet ezzel a kevesebb vagy több mint X módszerrel, mert szinte lehetetlen meghatározni, mi biztonságosan kevés érték valamiből, ha amúgy 80 éven át napi 3 liter csapvizet iszik valaki. De nézzünk meg pár konkrét veszélyforrást. Azt, hogy mi minden új anyag kerülhet a csapvízbe, amire a hatósági szabályozás még csak mérést sem ír elő, szuperül példázza a perklorát. A perklorát egy vegyi anyag, amit főként tűzi játékokban, fáklyákban, robbanószerekben és a rakéták üzemanyagában találhatunk meg. Kalifornia állam volt az első, aki elkezdett aggódni, amikor 1997-ben kiderült, hogy az anyag évtizedek óta mosódik bele a talajvízbe, a különböző tesztkilövések helyszínéről és gyárakból. Egy újfajta mérési módszert teszteltek, amikor felfedezték, hogy több száz kút szennyezett perkloráttal, és a Mead-tóba is jutott belőle bőven, ami az ország legnagyobb víztározója. A perklorát nagyon kis mennyiségben is veszélyes lehet terhes nőkre és gyerekekre, de okozhat májkárosodást, pajzsmirigy problémákat és rákot is igazából bárkiben. Rengeteg pereskedés és kártérítések dollármilliói után végül 2006-ban hoztak csak határértéket az ivóvíz perklorát tartalmára, és csak Kaliforniában. Oké, kicsit később Massachusetts hozott egy még szigorúbb értéket rá, de tényleg ennyi. Az USA összes többi államában ihatsz perklorát szennyezett csapvizet, és senkit sem fog érdekelni. Egy jóval gyakoribb és már nálunk is előforduló szennyező az ólom, ami a világ számos helyén okoz problémát. Európában is folyamatosan küzdenek a régi vezetékekkel, ugyanis ezek ólomtartalma okozza a vízszennyeződését. Az, hogy a vezetékből mennyi ólom kerül az ivóvízbe, függ attól, hogy maga a csőrendszer milyen állapotban van, függ a víz savasságától, hőmérsékletétől, és persze, hogy mennyit állt a víz a rendszerben. Egy magyar vizsgálat alapján a 30 évnél régebben épült épületekben a lakások kb. Felében határérték feletti a vízólom tartalma. Gyakran hallhatod a hírekben, hogy iskolákban el kellett zárni a vizet az ólom miatt, és pár éve épp egy budapesti lakos mérte meg otthon a vizét, és a megengedett érték 6-szorosa volt benne.
Ezen egyébként segíted, ha egyszerűen kiengeded a csapvizet, mielőtt a poharadba töltöd, de tény, hogy brutális mértékű hálózatfejlesztésre lenne szükség, amire jelenleg szinte sehol sem szánnak elég pénzt. De az is probléma, hogy sokszor nem a fővezetékek, hanem a bekötések tartalmaznak olmot, tehát a szolgáltatók még tökéletes minőséget mérnek mondjuk az utcában vagy a földszinten, viszont lakásonként már egészen más lenne a helyzet. A magánlakásokban nyilván nem mérhetnek csak úgy, így az egésznek az a vége, hogy a hálózati mérések mind határérték alattiak, a lakásokban aztán mégis túl sok ólom van a vízben. Ez szintén a terhes nőkre és a gyerekekre jelenti a legnagyobb veszélyt, ahol elsősorban az agy normális fejlődését gátolja, de felnőttekben is okozhat vesekárosodást, magas vérnyomást vagy nemzőképességi problémákat. Nem véletlen, hogy egyre népszerűbb a palackozott vízfogyasztás, viszont ami még sokkal jobb, hogy terjednek a különböző otthoni vízszűrő és tisztító megoldások világszerte. A QNC mai videónk szponzora nem csak simán ilyeneket értékesít, hanem egy teljes mértékben magyar gyártó és fejlesztő cég. Az ilyen szűrőrendszerek egyszerű megoldást jelentenek a hétköznapokra, és rengetegféle a csapvízbe jutó szennyeződést képesek kiszűrni. Tökéletes példa az előbbi ólom. Az ilyen rendszerekkel tisztított csapvíz jelenleg a legjobb megoldás, ha óvni szeretnéd az egészséged, ugyanis még a forralásnál is hatékonyabban távolítja el a szennyeződéseket, fémeket, mikroorganizmusokat, mikroműanyagokat. Viszont fontos, hogy a vízben maradnak a szervezetnek fontos ásványi anyagok. Ha belegondolunk, hogy a palackozott víz literenként körülbelül 150-szer annyiba kerül, mint a csapvíz, miközben vannak márkák, ahol az ásványvíz minősége nem éri el a csapvízét, úgy gondolom tényleg az otthoni szűrés a legjobb megoldás. A rengeteg műanyag hulladékról nem is beszélve. A napi vízszükséglettel számolva, ha elhagyod a bolti palackos vizet, pillanatok alatt megtérül egy olyan konyhai szűrő, mint az Everpure, de ha valami igazán profi megoldásra vágysz, itt a Nano, ami a vízszűrők jövője. Szűrés adagol a kívánt hőfokon, applikációval is kezelhető, ami ráadásul folyamatosan jelez neked a rendszer állapotáról. Hagyd a boltból való cipekedést és mondj búcsút a kétes minőségű csapvíznek, nézd meg a QNC termékeit a leírásban vagy a rögzített kommentben található linken keresztül. Mi pedig folytatjuk is a videót a csapvizek egy kétélű fegyverével, a klórral. Az 1900-as évek óta klórozzák a vizeket fertőtlenítés céljából, és tény, hogy sikeresen visszaszorították a járványok terjedését. A klór szuperül elpusztítja a baktériumokat és csírákat, miközben olcsó és könnyen ellenőrizhető a koncentrációja. A használt mennyiségét nem tekintik sem károsnak, sem veszélyesnek, viszont sokan panaszkodnak a néha jobban, néha kevésbé klórozott csapvíz ízére, a belőle készülő tea vagy kávé rossz ízére, miközben szárítja a bőrt, a hajat és okozhat irritációt az érzékenyek körében. Viszont nem is ez a valódi probléma, nem maga a klór, hanem ami létrejöhet miatta. A klór és a klóraminok, amiket másodlagos fertőtlenítőként adnak a vízhez, képesek úgynevezett fertőtlenítő származékokat létrehozni. Amikor ezek az erős oxidálószerek a vízhez adva elpusztítják a mikróbákat és kórokozókat, keletkeznek bizonyos maradványvegyületek. Már több mint 600 fajta ilyen mellékterméket azonosítottak, és bizony van köztük rákkeltő, nem is egy. Leggyakrabban a húgyhólyagrák kialakulásához járulnak hozzá, és egy friss statisztika szerint az EU-ban évente 6500 esetet kötnek a csapvízben keletkező klór mellékterméketekhez. A vízellátásban előfordulhatnak még olyan nehéz fémek is, mint a higany, a kadmium vagy a réz. Illetve rendszeresen felbukkan még valamilyen volatilis szerves anyagszennyezés. Ezek olyan gáz formájában a vízből kipárolgó anyagok, amik a modern életünk számos területén jelen vannak. Például az erősen rákkeltő és mérgező benzol az üzemanyagokból, a formaldehid a számos ipari felhasználási területéről, de a vegytisztítók vagy épp maga a szennyvíztisztítás is tud ilyen anyagokat juttatni a csapvízbe. Egyre problémásabb még a lakosság nagymértékű gyógyszerfogyasztása, aminek eredményeként egyre több hatóanyag kerül a vízhálózatba. A testünkben nem tud minden 100%-osan felszívódni, így sok vegyület még a vizeletünkben is jelen van. De igaz ez az állati antibiotikumokra és gyógyszerekre is. Számos víztisztító üzemben például ezeket a mai napig nem figyelik és szűrik ki. De ide sorolhatjuk a gyomírtó és mindenféle növényvédőszereket is, amik a termények permetezése után a talajvízben kötnek ki, és sok olyan vegyület van köztük, amik átmennek a tisztító üzemeken. Problémásak még a per- és polifluoralkilok. Több mint 10 000 ember alkotta vegyület tartozik ide, amik szintén olyan hétköznapi dolgokkal kerülnek a környezetbe, mint mondjuk a poroltók. Számos ilyen anyagot kötöttek már össze rákkal, pajzsmirigy problémákkal, immunrendszeri gondokkal és magzatkárosítással. Ezeket az anyagokat örökvegyszereknek is nevezik, mert lerakódnak a testünkben, és nagyon sok időn keresztül képesek bennünk maradni. Nemrég kimutatták, hogy Nagy-Britannia 18 víztisztító vállalatánál 17-ben maradtak ilyen anyagok az ivóvízben. Ezt a listát még jó sokáig lehetne sorolni, pedig kiemelten egy-egy anyagba még bele se mentünk.
összesen több mint 130 ezer féle vegyi szennyező bukkanhat fel az ivóvízben. A legtöbb természetesen nem okoz problémát, tényleg olyan milliómod és milliárdod részekről beszélünk, viszont az emberek egyre inkább óvakodnak a csapvíztől. Sok olyan anyag van, aminek veszélyes mértékét nem ismerjük, és ha ismernénk, sem mérnénk. Az EU szabályozás bár sokkal szigorúbb az amerikainál, nagyságrendileg nem vizsgál sokkal több anyagot, és bár megvan a direktíva a polifluoroalkilok kiszorítására, az ólomcsövek lecserélésére 2036-ig, vagy épp a fertőtlenítő származékok szigorúbb szűrésére, sokan elpártolnak a csapvízivástól, jogosan. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy az ásványvizek vagy palackozott bolti vizek sok esetben még kevesebb minőség ellenőrzésen esnek át, mint a vezetékes víz. Szóval az eddig említetteket még kevésbé monitorozzák, és bár hihetnénk, hogy az ásványvíz biztos forrásból érkezik a palackba, ez közel sincs így. Sok palackozott víz nem valódi ásványvíz, abban az értelemben, hogy nem magas ásványi anyagtartalmú vizek. Ennek a terméktípusnak olyan kicsi a hatóságilag előírt minimum ásványi anyagtartalma, hogy kis költői túlzással az esővízen kívül szinte bármi eléri azt. Ráadásul gyakran előforduló jelenség, és a legfelháborítóbb, hogy a hálózati vizet szűrik, majd ebbe pótolják vissza az ásványi anyagokat a szükséges mennyiségben. Ebben az esetben desztillációval vagy fordított ozmózis technológiával kezelik a vizet, ami után jön a visszasózás, és már mehet is a palackba. Tehát sok esetben szűrt csapvízzel találkozhatsz akkor is, ha a boltok polcairól PET palackban veszed le azt. Nem véletlenül mondta Balog Levente a Cápák között egy adásában, hogy ő gyakorlatilag csomagolóanyagot árul. Ez persze így is kiszűri a víz kezelési és fertőtlenítési melléktermékeket, na meg a hálózatból kioldódó szennyeződéseket, viszont sok független csoport mérése szerint egyáltalán nem biztos, hogy jobb minőségű a bolti víz a csapból folyónál. És akkor itt van még az, hogyha valaki évente 2000 műanyag palackot dob ki emiatt, az sokat elvesz ebből az előnyből. A csapvíz alapvetően egy fantasztikus találmány, mindennapi kényelmünk elengedhetetlen része a mosogatáshoz, fürdéshez, főzéshez, takarításhoz, viszont az utóbbi évtizedek tudományos fejlődése erősen megkérdőjelezte, hogy a megivása biztos jó-e nekünk. Még olyan helyeken is problémás lehet a csapvíz minősége, ahol egyébként a bolygó legtisztább vize jön a vezetékből, egyszerűen azért, mert túl sok új vegyületet talál fel az emberiség. Nem tudunk sok tízezer anyagot vizsgálni, mérni és szűrni a rendszerekben, és bár ezek nagy része teljesen ártalmatlan, nem is tudjuk pontosan megmondani, melyik anyag milyen mértékben járul hozzá az egészségügyi problémáinkhoz, ha azt mondjuk kis mennyiségben ugyan, de 40, 50 vagy 70 éven át visszük be napi szinten. Az ásványvizek kapcsán felmerülhet benned, hogy a műanyag palackokat újra tudjuk hasznosítani, miért baj, ha sokat kidobsz belőle? Na de mi van, ha az egész műanyag újrahasznosítás csak egy jól hangzó üzlet, és a legtöbb nagy cég átver ezzel kapcsolatban? Ha még nem hallottál erről, kattints tovább az újrahasznosítás hazugságról szóló videónkra. Örülünk, hogy itt voltál, és köszönjük a támogatást minden csatornatagnak!